A folyosó üres, de a falakon vannak képek. Három alkotó teljesen más alkotóstílusban elkészített alkotásai. A veszélyhelyzet miatt sokan nem láthatták ezt a kiállítást. Nekik most kameránkon keresztül megmutatjuk a tárlat darabjait. Ezek például fotók. Próbálom a eredeti formájától minél inkább távolabb vinni a képet, hogy szinte felismerhetetlen legyen. Ne úgy funkcionáljon, mint egy fotó valamiről, hanem mint egy teljesen új kép, ami egyszerűen meg nem fogalmazható, hogy ez most mi vagy honnan van. Nem tudom, szerintem ez benne az érdekes, hogy látjuk, hogy valamit látunk, de nem jövünk rá, hogy mi az, pedig nagyon egyszerű dolgok, és ott vannak körülöttünk. Avac Gergely képeiben nagy szerepe van az utómunkának. Realista fotós, aki kattint, de aztán egy kicsit játszik a valósággal. Keresem a geometriát, a különböző érdekes absztrakt formákat, felületeket, és próbálom ezeket egy teljesen új térbe behelyezni, színvilágban, mint képkivágásilag, hogy szinte felismerhetetlen legyen, de egy vizuális szép látvány legyen. És például ez a kép, itt egy sörös üveg van felülről fotózva, megragadott a magának a nyaknak a gyönyörű körformája, és ahogy benne a hab buborékai kis köröket formálnak. Ezek pedig Felföldi Arnold képei. A fiatal festő munkáin, ami először feltűnik, hogy nagyon élénk színeket használ. Expresszionistának mondom magam, és azért használok nagyon sok színt, mert nagyon bonyolult, például mondjuk nekem szavakkal is elmagyarázni sokszor, hogy mit érzek így. Sok színnel egyszerűbben ki tudom fejezni azt, amit át szeretnék adni, mint sem, hogyha csökkenteném a repertoáromat. Valamint számomra fontos, hogy mindenképpen gondolkozzanak, és hogy semmiféleképpen sem menjenek el úgy a képeim előtt, hogy nem gondolnak, nem éreznek semmit. Az elmúlt két év alkotásaiból válogatott az első éves biológus. Ez a nagyobb kép itt, ami ilyen meghatározóbb, ez egy ilyen majdnem fél évig készült, és előtte egy ilyen, hát egy éves korszakomnak lett az IKB a záróképe. Úgyhogy ez az, amit így ki tudnék emelni. A három alkotó képei egy különös egységet alkotnak be stílusban és látásmódban is teljesen különböznek. Teljesen eltérnek. A közös momentum a művészetükben talán az, hogy mindhárman a saját stílusukban eléggé határon mozognak, tehát feszegetik a határokat, és próbálnak valami igazán különlegeset alkotni, és ebben erősítik igazán egymást. A Debreceni Egyetemben a kulturális élet nem állt le. A közművelődési titkárság gondoskodott arról, hogy a digitális tér is élettérré váljon. Nem volt nehéz dolgunk abból a szempontból, hogy a megjelenéseket nagyon szerették volna, hogyha nem maradnak el a művészeink is. Tehát a zenés estjeink szobakoncertekként kerültek fel a titkárság Facebook oldalára. Az irodalmi estek azok vagy a versek közzétételébe, vagy pedig videóanyag formájában, illetve a tárlatok pedig szintén videóformájában, vagy pedig a képek közzétételével, de folyamatosan frissülő anyaggal tudtunk jelentkezni. A tervek szerint júniustól már lesznek új kiállítások az Élettudományi Központban.